Rakétákkal süllyesztettek el egy orosz hadihajót az ukránok, ezt állítják. Az oroszok szerint a Moszkva nevű hajón csak tűz ütött ki. Húsvét a világban, ma az utolsó vacsorára emlékezünk. Szakértők óvatosságot kérnek a családi találkozókon, a koronavírus még itt van. 70 millió forintos zsákmányt szereztek trükkös tolvajok egy pénzváltós autójából. Két embert elfogtak, társuk még szökésben van. És 65 éves lett a világ legidősebb gorillája, Fatu. A berlini állatkert Matuzsáleme tortával ünnepelte születésnapját. Ez a híradó 7:30-tól az M1-en. Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Továbbra is egymásnak ellentmondó hírek érkeznek az ukrán frontról. Az oroszok azt állítják, ezrével adják meg magukat az ukrán katonák Mariupolnál, így átvették az irányítást a kikötő felett is, az ukrán erők viszont ezt cáfolják. Aztán nem tudni, mi történt pontosan a Fekete-tengeren szolgáló Moszkva cirkálóval sem. Az ukránok szerint rakétákkal elsüllyesztették a hajót, az oroszok szerint viszont csak tűz volt, amit eloltottak és egy kikötőbe vontatták a járművet. Közben az orosz-ukrán határon is nő már a feszültség. Így nézett ki néhány nappal ezelőtt az orosz Fekete-tengeri flotta zászlós hajója, a Moszkva cirkáló. Friss felvételeket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra, így pontosan nem lehet tudni, mi történt a hajóval és hogy milyen állapotban van. Szerda este ukrán források azt állították, Neptun típusú cirkáló rakétákkal találták el és süllyesztették el a Moszkvát. Reggel az orosz védelmi tárca annyit elismert, hogy tűz ütött ki a hajón, de azt lőszerrobbanással magyarázták, és azt állítják, sikerült megfékezni a lángokat, a legénységet pedig evakuálták. Az oroszok később közleményt is kiadtak, amelyben azt írták, a Moszkva nem süllyedt el, de kikötőbe vontatják. Akármi is történt, az bizonyos, hogy a hajó jelenleg harcképtelen állapotban van, ami jelentős csapást jelent az orosz flottára. A Neptun cirkáló rakéta rendszert ukrán hadmérnökök tervezték, miután Oroszország 2014-ben annektálta a Krím-félszigetet, de eddig kevés készült belőle. Az elmúlt napokban egyébként újabb jelentős fegyverszállítmányokat indítottak útnak Ukrajna felé nyugatról. Jelentős változást jelent a korábbiakhoz képest, hogy immár páncélozott járművek, önjáró lövegek, sőt az amerikai hadsereg raktáraiból régi szovjet gyártmányú harci helikopterek is érkeznek a megtámadott országba. Közben egymásnak ellentmondó hírek érkeznek az ostrom alatt lévő Mariupolból is. Reggel orosz tankok vonultak a külváros kerületeiben. Az egykor félmilliós városból mostanra lényegében nem maradt semmi, csak kiégett épületek. Az ott élő kétharmada elhagyta az Azovi-tenger partján fekvő települést. A helyzet nagyon súlyos, de harcosaink kitartanak nem csak Mariupolért, hanem a jövőnkért is, nyilatkozta Mariupol polgármestere. A kijevi védelmi minisztérium állítja, hogy az orosz hadsereg ugyan folyamatosan támadja a város, de az ukrán hadsereg még mindig ellenőrzése alatt tartja a város egy részét. Az orosz hadügyminisztérium szerint viszont az ukrán tengerészgyalogosok ezrével adják meg magukat, és az orosz hadsereg immár a város kikötőjét is ellenőrzés alá vonta. Az ukrán hadsereg és a náci Azov hadtest maradványai Mariupolban blokád alá kerültek, és nincs lehetőségük a kitörésre, fogalmazott a szóvivő. Nem csak Mariupolban, hanem az ukrán-orosz határ mentén is egyre feszültebb a helyzet. A helyi hatóságok azt állítják, Ukrajna csütörtökön légicsapást mért egy lakónegyedre az oroszországi Klimovo városában, ahol legalább heten megsérültek és több ház megrongálódott. Korábban Moszkva azt közölte, csapást mér Kijevre, ha az ukrán erők folytatják ezeket az akciókat. Szerdán az orosz Kurszk megyében lévő határellenőrző pontra is tüzet nyitottak Ukrajna felől, és az elmúlt napokban más határellenőrző pontokat is támadtak az ukránok. Április 1-én pedig az orosz Belgorod megyében két ukrán helikopter mért légicsapást egy olajtárolóra. Mindeközben az ukrán határőrség közölte, szerdán sikerült visszaszerezniük egy ellenőrző pontot a Fehér Oroszországgal közös határszakaszon. Az ukrán védelmi miniszter helyettes állítása szerint Oroszország nem csak az orosz-ukrán határ mentén, hanem Fehér Oroszországban és a moldovai szakadár Dnyeszteren túli régióban is csapatokat állomásoztat. Továbbra is ezrek keresnek menedéket Magyarországon a harcok elől. Már több mint 600 ezren kaptak segítséget, de úgy számolnak, hogy összesen akár 900 ezer ember is érkezhet. A magyar-ukrán határátkelőknél ugyan most kevesebben érkeznek, mint a háború első napjaiban, de a menekültek szakaszosan lépik át a határt, így egyszerre mindig sok embert kell ellátniuk az önkénteseknek.
Ezzel a kis busszal érkeznek a menekültek a Beregsurányi segítségpontra. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai várják őket. A határátlépési rendszer leállása miatt a menekültek csütörtökön nem folyamatosan érkeztek, hanem hullámokban. Szakaszosan jönnek a menekültek. Ez azt jelenti, hogy óránként körülbelül egy olyan két kisbusznyi ember jön át a Beregsurányi határátkelőn, és veszi igénybe ezt a segítségpontot. Az érkezők ennek ellenére minden segítséget megkapnak a határ mentén. Frissítőt, melegételt, szállást, orvosi ellátást és információt is kérhetnek. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai azoknak is segítenek, akik tovább szeretnének utazni. A legtöbb menekült tovább is utazik. Van, akinek van úti célja, nekik nem csak, hogy megszervezik, de le is bonyolítják az utazását, illetve azoknak, akiknek nincs, őket pedig Budapestre szállítják. Valamennyi határmenti településen hasonló most a helyzet. A menekülteknek otthont adó városokban közben azokra az Ukrajnából érkező családokra is gondolnak, akiknek hosszabb vagy rövidebb ideig Magyarországon kell maradniuk. Miskolcon a héten rendhagyó városnézést szervezett számukra egy utazási iroda. Egy picit úgy érezzük, hogy elszigeteltek, nyilván nagyon sokan nem beszélik a nyelvet, úgyhogy ezért gondoltuk, hogy ez jó ötlet egy picit kimozdítani őket a mindennapi gondjaikból, gondolataikból, és természetesen az is nem titkolt cél, hogy megismerjék azt a várost, ami egy időre otthont ad nekik. A menekültek azt mondták, minden segítségért hálásak. Harkovból érkeztem, ahol bombáznak, és itt önmagában az, hogy csend van, és nem halljuk a bombázások zaját, csodálatos. És az, hogy itt segítenek, az külön felemelő érzés, mondta meghatódva ez a nő. Magyarországra eddig már 600 ezernél is több ukrajnai menekült érkezett. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en elmondta, a kormány már csak nem 3 milliárd forint értékben küldött segélyszállítmányt Kárpátaljára és Nyugat-Ukrajnába. Magyarország segít, mindent megtesz a karitatív támogatásra, a menekültek fogadására, legyen szó egészségügyi ellátásról, szállításról, ellátásról, lakhatásról, munkavállalásról, továbbutazás koordinálásáról, vagy oda-ki segélyszállítmányok küldéséről. Viszont a biztonságot tekintjük, elsősorban a magyar emberek biztonságát tekintjük irányadónak, a magyar érdeket érvényesítjük ebben, ezért azt szeretnénk, ha Magyarország nem keveredne bele ebbe a háborúba. Csak szerdán 5400 menekült érkezett hazánkba az ukrán-magyar határszakaszon keresztül, de Románia felől is jöttek, itt 3900-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. A segítségpontokon az ünnepi hétvégén is fogadják a menekülteket. Hivatalos az országgyűlési választás pártlistás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság közölte, 3 pártlista, a Fidesz-KDNP, a Baloldali Összefogás, valamint a Mi Hazánk jutott be a parlamentbe. A választási eredmények ellen eddig nem élt senki kifogással, így hamarosan megalakulhat az új országgyűlés. Az alakuló ülést a leköszönő államfő hívja össze, ennek időpontja legkésőbb május 3-a. Nyertünk 2022-ben, amikor teljes volt az összeállás velünk szemben. Elsöprő történelmi győzelmet aratott a Fidesz-KDNP az országgyűlési választáson. Sorozatban negyedszerre szerzett kétharmadot, rekordcsok több mint 3 millió listás szavazattal. A választás után másfél héttel megszületett az első hivatalos végeredmény. A Nemzeti Választási Bizottság csütörtök délután kihirdette az országos listák mandátumait. Mandátumszerzésre jogosult 3 pártlista. A Fidesz-KDNP, a Baloldali Összefogás és a Mi Hazánk jutott be az új országgyűlésbe. Továbbá egy mandátumot szerzett a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. A Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Momentum Mozgalom, Magyar Szocialista Párt, LMP Magyarország Zöld Pártja, Párbeszéd Magyarországért Párt 38 listás mandátumot szerzett. A Mi Hazánk Mozgalom 6 listás mandátumot szerzett. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt pedig 48 listás mandátumot szerzett. Nincs kifogás, megalakulhat az új országgyűlés, erről írta a Magyar Nemzet. A lap kiemelte, bár a baloldalon folyamatosan választási csalást emlegettek, sem az egyéni, sem a listás választási eredmények ellen nem élt senki kifogással. Így rekordgyorsasággal alakulhat meg az országgyűlés.
A leköszönő államfő hívja majd össze az új parlamentet, ennek időpontja legkésőbb május 3-a. Áder János az alakuló ülésen javaslatot tesz a miniszterelnök személyére is, akit többségi szavazattal választanak meg. Az új kormány néhány héttel később teheti le az esküt. Rekordokat döntő parlamenti választás volt Magyarországon, amin a határon túli magyar közösség tagjai is rekordszámban vettek részt. Erről Szijjártó Péter beszélt Kolozsváron, ahol az Erdélyi Magyar Történelmi Egyházak képviselőivel, valamint az RMDSZ elnökével találkozott. A miniszter hangsúlyozta, a magyar emberek a békére és a biztonságra szavaztak április 3-án. Ez a parlamenti választás is megmutatta, hogy az anyaország számít a határon túlélő magyar nemzeti közösségekre, és a határon túlélő magyar nemzeti közösségek is számíthatnak az anyaországra. Mi mindig ki fogunk állni a határon túlélő magyarok mellett, mindig is segíteni, támogatni fogjuk őket, legyen szó a gazdaságfejlesztési programokról, kulturális, oktatási, vallási élet folytatásához szükséges támogatásokról. Az erdélyi magyarok az elmúlt 12 év közös értékeken alapuló nemzetpolitikájára mondtak igent, ezt Kelemen Hunor mondta a találkozó után. Az RMDSZ elnöke hozzátette, szövetségük a román-magyar kapcsolatok megerősítésében érdekelt. Biztos vagyok, hogy a közös válaszok a közös kérdésekre előrébb viszik ezt a régiót. Az egymásra utaltság, a szolidaritás az most még inkább fontos, mint volt eddig. És a szövetségünk megtesz mindent, hogy a román-magyar kétoldalú kapcsolatokat javítsa, a bizalmat erősíteni kell. Gyurcsány Ferencből egy is elég, így reagált Mesterházi Attila. Gyurcsány Ferenc azon kijelentésére, hogy a baloldalon mindenki legyen Gyurcsány. Az egykori MSZP elnök szerint inkább szembe kellene néznie a baloldali pártvezetőknek, így a DK-t irányító Gyurcsány Ferencnek is a történelmi bukással, és vállalniuk kellene a felelősséget. Azért léptem vissza, hogy ne Dobrev Klára legyen a jelölt. Karácsony Gergely néhány napja az Indexnek beszélt arról, hogy miért állt el az előválasztástól Márki-Zay Péter javára tavaly ősszel. A főpolgármester állítása szerint azt próbálta megakadályozni, hogy Gyurcsány Ferenc szerezzen erőfölényt. Az előválasztás intézménye az ő ötlete volt. A Jobbikkal való technikai koalíció az ő ötlete volt. Rengeteg dolog valósult meg most, amit ő gondolt. Az LMP-s Ungár Péter szerint jó részt ez vezetett ahhoz, hogy a baloldal csúfos vereséget szenvedett április 3-án. A baloldali listán képviselőhelyet szerző politikus az Inforádió műsorában Karácsony Gergelyt okolta, mert szerinte a főpolgármester a kampányban rossz döntéseket hozott. Visszalépett úgy, hogy elmondta, hogy szerinte a baloldali zöld politikának nincs többsége Magyarországon, és úgy, hogy a szavazóit arra kérte, hogy egy jobboldali jelöltre szavazzanak. Tehát szerintem ebben Karácsony, és most Karácsony Gergelyről veszelek, nem Márki-Zay Péterről. Karácsony Gergelynek van felelőssége ebbe? Ha ma este úgy alakult volna, hogy reméltük, akkor most sokkal többen lennék ezen a színpadon. Karácsony Gergely viszont már a választás estéjén a többi pártvezetőre mutogatott, és arról beszélt, szerinte a felelősség közös. Csak hogy miközben Karácsony Gergely állítása szerint Gyurcsány Ferencet próbálta háttérbe szorítani. A baloldal közös listáján és végül a parlamentben is a DK szerezte meg a legtöbb ellenzéki helyet. A volt miniszterelnök és pártja ebben a tudatban már a vereség estéjén teljes létszámban sorakozott fel. Gyurcsány Ferenc a videóüzenetben Márki-Zay Péter személyében a baloldal bűnbakját is kijelölte. A jelölt. A gondolatmenetet pár nap múlva az ellenzéki pártvezetők közül elsőként megtartott értékelő beszédében is folytatta. Az ellenzéki pártvezetőknek közben azt üzente, feleségével leváltották volna a kormányt. Dobrev Klárával győztünk volna. Szerinte olyannyira, hogy Gyurcsány Ferenc a beszéd végére már azt fejtegette, a baloldal egyetlen jövője abban van, ha több Gyurcsány lesz. Azt mondom, hogy ne védekezzetek. Mást ajánlok. Akarjatok Gyurcsányok lenni. Én nem hiszem, hogy szeretnék Gyurcsány Ferenc lenni, abból elég egy is. Gyurcsány Ferenc mondatai nem arattak osztatlan sikert a baloldalon. Az MSZP-s Mesterházi Attila az ATV műsorában amellett érvelt, hogy a gyurcsányosodás helyett inkább lemondásra lenne szükség. Én azt gondolom, hogy a pártelnököknek föl kellett volna minimum ajánlani a lemondásukat egészen biztosan a választási vereség után. Megfontolom. Megfontoltam. Nem. Gyurcsány Ferenc ezt a gondolatot is elhárította, és világossá tette, nem mond le. Sőt, szerintem mindegy, hogy a baloldalon valaki akar egy Gyurcsány lenni, mert ahogy fogalmazott, már mindenki az. Mindegy, hogy mit gondoltok.
És ezt mondom mindazoknak, akik menekülnek a gyurcsányozás elől, akik a maguk politikai tevékenységét, identitását, programját, azt abból vezetik le, hogy én nem akarnak Gyurcsány lenni. Elkésetek, fiúk. Azok vagytok. A Demokratikus Koalíció a választás legnagyobb nyertese. A voksolás után 10 nappal még a baloldali 24.hu is erről ír. A portál arra hívja fel a figyelmet, hogy miközben a 6 párti együttműködés leszerepelt, Gyurcsány Ferenc gyűjtötte maga köré a legnagyobb frakciót. Az eddigi 9 helyett 15 DK-s került be a parlamentbe. Ezzel Gyurcsány Ferenc pártja anyagilag is a legjobban járt a baloldalon. Az országgyűléstől évi 1,2 milliárd forint forrást vehet fel, 400 millió forinttal többet, mint eddig. Válogatott sértésekkel írta le több balliberális újságíró és véleményvezér a Fidesz-KDNP szavazóit a választás után, erről írt a Magyar Nemzet, a lap összegyűjtötte a megnyilatkozásokat. Már a kampány alatt is sok hasonló megjegyzést lehetett hallani, és szakértők akkor is arra hívták fel a figyelmet, hogy ezek megalapozatlanok. Magyarok millióit sértették végig a baloldal megmondó emberei című cikkében a Magyar Nemzet összegyűjtötte azokat a véleményeket, amelyeket a baloldali újságírók, véleményvezérek fogalmaztak meg a Fidesz szavazóiról a kormánypártok nagyarányú választási győzelme után. Mérő Vera, a Klubrádió műsorvezetője, rögtön a választások másnapján beleszállt a Fidesz szavazóiba a Reggeli Gyors című műsorban, írja a lap. Mert mi látjuk, mert mi olvasunk híreket, meg nyilván a hallgatóink is, de hát egy átlag Fidesz szavazó, vagy mondjuk aki el van zárva a független médiától, az nem feltétlenül botlik bele ezekbe a hírekbe. Az nem derült ki a szavaiból, hogy milyen adatokra, tényekre alapozza ezt a sommás véleményt, teszi hozzá az írásszerzője. A Klubrádió másik műsorvezetője, Para Kovács Imre ugyancsak április 4-én az 5-ös című műsorban a magyarok intellektuális állapotán gúnyolódott. Olvasható a lap internetes oldalán. Egyet nem értek még, hogyha önök, mint nép ilyen intellektuális állapotban vannak, hogy nem kapott 10%-ot a Gődény pártja. Hát ez minimum lett volna. Én legalábbis elvártam volna, hogy akkor azokat is tolják be, ha már a nácikat sikerült. A gyalázkodás egy hét után sem ért véget, mutat rá a Magyar Nemzet. Idézik Tóta V. Árpád publicistát, aki a Facebookon azt írta, Orbán érti a néplelket, az ellenzék bezzeg nem érti. És mi van, ha a néplélek téved? Mi van, ha a néplélek ostoba, mint a seg? A cikk Csáki Judit baloldali újságírónak a Facebook bejegyzésével folytatódik, aki szerint Orbán népének nincs perspektívája, nincs iskolája, foga kevés, szemüvege eltörött vagy nincsen, rosszul lát, elhízott és tönkrement, és sok a cigány. Az említett balliberális médiamunkások és véleményvezérek ezekkel a kijelentésekkel több millió magyar embert aláztak meg csupán azért, mert éltek a választójogukkal és a baloldali összefogás helyett a kormánypártokra voksoltak. Zárul a Magyar Nemzet cikke. A Magyar Nemzet egy másik cikkében arról ír, hogy Márki-Zay Péter a vereség után is tovább sértegeti a szavazókat. A szerző a baloldal bukott miniszterelnök jelöltjének az interjúját hozza fel példaként, amelyet választási vereségének másnapján a Partizán YouTube csatornának adott. Ebben Márki-Zay Péter a fideszes szavazókról fogalmazta meg a véleményét, többek között azt is mondta, hogy a legszegényebb emberek szavaznak a legnagyobb arányban a Fideszre. Tehát itt nem arról van szó, hogy ő nem értesül arról, hogy szegénység van, vagy sorállás van, vagy bármi más, hanem a köd elhomályosítja az ő látásukat, és egyetlen egy valamire fókuszálnak, jönnek a migránsok, és megerőszakolják a gyermekemet, feleségemet, anyámat, vagy most éppen jönnek, és elviszik az összes gyermekemet katonának meghalni Ukrajnába, és ide jön a háború. Márki-Zay Péter semmit sem tanult a választási vereségéből. A kampányában és azóta is visszatérő elem beszédeiben a szavazók sértegetése. A fideszes szavazók szerinte agymosodtak, a legszegényebbek, és köthomályosítja el a látásukat, olvasható a cikkben. A Mi Hazánk mozgalom saját halottjának tekinti a Jobbikot, ezt a párt alelnöke mondta Budapesten. Novák Anna egy fekete zászlót is elhelyezett a 11. kerületi Jobbik iroda bejárata fölé. A politikus azt mondta, a Mi Hazánk ad otthont a nemzeti radikális szavazóknak. Jakab Péter egy politikai hulla, de lemondás helyett magával rántja pártját, az ellopott pártját is, melynek nem maradt szavazó tábora, valamint elvei és programja sem. A balliberális szivárvány koalíció által kinyilvánított közös program ugyanis azt jelenti, hogy a Jobbik mára nem képvisel semmilyen önálló gondolatot, ahogy Gyurcsány Ferenc korábban bejelentette, pártjaik világképe egységes.
Folytatódott a húsvéti roham az üzletekben, bár szombaton még nyitva lesznek a boltok, de legtöbben mára időzítették az ünnepek előtti nagy bevásárlást. Bár az árak magasabbak, a szakemberek így is kétszámjegyű forgalom növekedést várnak tavalyhoz képest. Minden pénztár működött ebben az érdi élelmiszeráruházban, de még így is előfordult, hogy sorok alakultak ki. Ennek oka, hogy már a nyitástól, ahogy mondani szokták, egymásnak adták a kilincset a vásárlók, hiszen nagyszombatot leszámítva a csütörtök volt az utolsó lehetőség, hogy bevásároljunk az ünnepekre. A húsvét a karácsony után a második legfontosabb és legforgalmasabb időszak az élelmiszer kiskereskedelem életében, ugyanis ilyenkor realizálhatjuk az éves teljes forgalmunk akár 10%-át is. A becsléseink szerint az idei évben a vásárlók akár 30%-kal többet is költhetnek, köszönhetően annak, hogy a járványügyi intézkedések feloldásra kerültek, és köszönhetően annak, hogy a kormányzati intézkedések miatt a nyugdíjasok és a családok zsebében több pénz marad. Zalaegerszeg egyik népszerű húsboltjában minden van, ami szemszájnak ingere, csak egy valami hiányzik, a sonka. A héten minden fogyott. Nagy volt az igény a húsvéti sonkákra. Hát, aki nem időben gondolkozott, bizony-bizony, most már csak tarját tudunk nekik adni. A csoki nyuszi volt a slágertermék Baja egyik édességboltjában. Egy nap alatt szinte annyi fogyott belőle, mint az előző hónapban összesen. De más finomságból is jóval többet adtak el, mint korábban. Lecsengett a pandémia, így újra visszatérhetett az ünnep, és újra készülnek az emberek a húsvétra. Ez azt jelenti, hogy a gyerekeknek készítenek fészkeket, tehát ismét népszerű a csokoládé, a nyuszik, az apró édességek. A legtöbb áruház szerint visszatért a járvány előtti lendület a húsvéti fogyasztásban, vagyis kétszámjegyű forgalom növekedést várnak a tavalyi húsvéti időszakhoz képest. Januárban 14%-kal emelkedtek a havi bruttó átlagkeresetek, 20%-kal a minimálbérek, egyszeri juttatásokat is kaptak a családok. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint ezek segítik a forgalom növekedést, arról nem is beszélve, hogy az idei húsvét kedvező időszakra esik, mert a fizetések és a nyugdíj érkezése után lesz az ünnep. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a magas árak miatt a vásárlók egy része óvatosan vásárol. Az infláció óvatosságra készíti a vásárlókat, többet válogatnak, jobban megnézik az árakat, ugyanakkor az ünnep hagyománya erős, éppen ezért miután különféle juttatásokban jelentősebb béremelésekben részesültek a családok, most még ennek a visszahúzó hatása nem érvényesül, tehát többet fognak vásárolni a családok mennyiségben is. Ez azt jelenti, hogy értékben várhatóan 15-20%-kal költünk többet most húsvétkor, mint egy éve. A mennyiséget vizsgálva pedig 3-4%-kal vásárolunk több terméket, mint tavaly húsvétkor. Az üzletek, az áruházak nagypénteken és a húsvéti ünnepek alatt nem nyitnak ki, így akik még nem vásárolták meg az ünnepi menühöz valókat, illetve az ajándékokat, már csak nagy szombaton tehetik meg. Nagy csütörtök van, az utolsó vacsorára emlékeznek a keresztények. A Szentpéter Bazilikában Ferenc pápa mutatott be krizma szentelő misét, ezzel pedig megnyitotta a húsvéti szent háromnapot. Két év után először ismét a hagyományos helyszíneken hívők jelenlétében lesznek szertartások a Vatikánban. Jézus életének utolsó napjaira emlékeztek ma Vatikánvárosban. A krizma szentelő misén Ferenc pápa több száz bíborossal, érsekekkel, illetve a római egyházkerület szerzeteseivel vonult be a Szentpéter bazilikába. A szentatya arra szólította fel a híveket, hogy ne a saját dicsőségükkel legyenek elfoglalva. A saját dicsőségünk keresésének világi magatartása megfoszt bennünket az alázatos és megalázott Jézus jelenlététől, a mindenkihez közeledő Úrtól, a szenvedőkkel együtt szenvedő Krisztustól, akit népünk imád, aki tudja, kik az igaz barátai, mondta a katolikus egyházfő. Ferenc pápa megáldotta és megszentelte az elkövetkező évben a keresztelésekhez és a betegek kenetéhez használt szent olajokat és a krizmát. A budapesti Szent István Bazilikában Erdő Péter bíboros mutatott be krizma szentelő misét a főegyházmegye papságával együtt. Majd ezt követően egyházi hagyomány szerint több száz paptársával együtt megerősítette papi fogadalmát. Nagy csütörtökön ünnepeljük
papságunk alapítását. Az esztergom budapesti érsek felidézte, Jézus az utolsó vacsorán az oltárszentség megalapításával nem csak jelen valóvá tette megváltó áldozatát, hanem azt is megparancsolta tanítványainak, hogy ezt cselekedjék az ő emlékezetére. Megújult erővel és kegyelmi lendülettel teljesítsük küldetésünket, kapcsolódjunk egyre nagyobb szeretettel Krisztushoz, legyünk megértő, segítő, kollegiális szeretettel egymás iránt, hiszen közös a küldetésünk. És legyünk különös figyelemmel világi keresztény testvéreink kegyelmi adományaira. Az utolsó vacsora szertartását már az esztergomi bazilikában tartotta Erdő Péter. Itt végezte el a lábmosás szertartását. Ezzel Krisztus cselekedetére emlékezünk, az utolsó vacsorán szeretetének jeléül megmosta 12 tanítványa lábát. Jézus minden tanítványának megmossa a lábát. Júdásét is, aki még aznap este elárulja őt. Nagy csütörtökön a katolikus templomokban elhallgatnak a harangok, a népi mondás szerint ekkor Rómába mennek. Csak nagy szombaton a feltámadás ünnepén kondulnak meg újra. Elkezdődött a tavaszi szünet is, már ma rengeteg húsvéti programmal készültek országszerte, tojás és mézes kalács díszítés, nyuszi simogató és vidámpark várta a gyerekeket. A hosszú hétvégén pedig még ennél is több program lesz, érdemes tájékozódni a lehetőségekről. Magvakkal díszített tojásokat készítenek az Engővárkonyi Míves Tojás Múzeumban. Napraforgó magok, lencseszemek és kömény is kerül a tojásra. Nagyon nehéz magvakkal készíteni tojást, mert mindent helyesen oda kell helyezni, és írtó nehéz. De viasszal is lehet tojást írni. A láng fölött melegített pákával mintát rajzolnak a festetlen tojásra. Ezután kerül a festékbe. És a viasz letörlöm, és így jön ki a minta. Ezután kész is van a díszes tojás. A foglalkozások célja, hogy a gyerekek fejlődjenek, emellett megismerjék a hagyományokat. A hagyomány mindig nagyon fontos. A lényeg, hogy hol vannak a gyökereink. És ez például a tojásfestés, tojásírás nagyon sok minden képességet tulajdonképpen kell, hogy fejleszen. A múzeumban több száz tojás díszítmény található, nem csak magyar hagyományok szerint, hanem például indonéz vagy japán motívumokkal díszítettek is. Mézes kalács húsvétkor? A Nádudvari Művelődési Házban akár nyuszi formát is díszíthettek a gyerekek, de készíthettek asztaldíszt és festhettek gyertyatartót is. Itt lehet minden jó ilyen húsvéti dolgot csinálni, például mézes kalácsot készíteni, meg díszíteni is. A szervezők szerint fontos, hogy a legkisebbek is megismerik a húsvéti készülődés üzenetét. Saját maga alkotott eredménye a legnagyobb csoda, amivel közel tudjuk hozni az ünnepkörök szokásait. Óvatosan simogatják a kisnyulak a Baráthegyi Majorságban. Rengetegen kilátogattak az egésznapos programra. Volt tojásfestés, lehetett alpakkát simogatni, és még körhintázni is kosárban. A rendezvényen fogyatékossággal élő emberek tartottak foglalkozásokat, ők voltak az esemény házigazdái. Ez egy olyan élményterápia, ahol maga a társadalmi befogadás automatikussá válik, és azzal, hogy egy pozitív szerepkörbe helyezzük a fogyatékos embereket, ezzel azt gondoljuk, hogy sokkal intenzívebb és sokkal hosszabb távon fog hatni az, hogy ők teljes értékű tagjai a társadalomnak. Sokan voltak a debreceni vidámparkban is, ami a tavaszi szünet első napján nyitott idén. Lehetett dodzsemezni is, és a kacsavonatra is sokan felültek. A négy napos hosszú hétvégén országszerte programokkal készülnek a nemzeti parkok és az erdőgazdaságok is. Lesznek látványetetések, kézműveskedés, tojáskeresés, de akár nyuszi vonattal is lehet majd utazni. Elindult a jelentkezés a nyári gyermektáborokba. Érdemes már most elgondolkodni a szünidős programokon, a népszerű táborok ugyanis pillanatok alatt betelnek, már most is van olyan, ahova nincsen hely. Közben megnyíltak az Erzsébet táborok tavaszi turnusai, 2-3 napos osztálykirándulásra várják a gyerekeket. Kézműves, sport vagy éppen katonai táborok a nyári szünetre.
már most lehet helyet foglalni a vakációra. Az Erzsébet táborok tavaszi turnusaira sok intézmény ezt már meg is tette. A tavaszi táborokban csaknem 30 különféle program lehetőséget nyújtanak a szervezők a gyermekek számára. Közöttük sportos, hagyományőrző, kulturális foglalkozásokat. A háromnapos, két éjszakás osztálykirándulásokon, 13 turnusban mintegy 26 ezer diák vehet részt a zánkai vagy fonyódi táborokban. Április 11-én elindultak a tavaszi Erzsébet táborok. Ezek háromnapos, két éjszakás osztálykirándulások és a zánkai Erzsébet táborban valósulnak meg. Óriási volt az érdeklődés, úgyhogy összesen 13 turnusz szervez az Erzsébet Alapítvány. Az osztálykirándulások hasonlítanak egyébként a nyári táborokhoz, az időintervallum az, ami különböző. Már most látszik, hogy rekordszámú jelentkezés várható idén a nyári gyerektáborokra. A táborfigyelő.hu adatai szerint nagy a kínálat idén is, rengeteg a tematikus tábor. Kincskeresés, bátorságpróba színházban. Egy élmény volt. Már most érdemes helyet foglalni. Mintegy 15%-kal több előfoglalás érkezett eddig idén, mint tavaly ilyenkorig. Közel 800 táborturnus közül lehet a táborfigyelőn is választani, azaz van miből választani a gyerekeknek a nyári szünetre, és azt tudni kell, hogy a legjobb ár-értékarányú táborok turnusai azok nagyon gyorsan telnek, úgyhogy a szülők egyre inkább foglalkoznak a témával, és érdemes is, mert hogy előfoglalási kedvezmények vannak még érvényben április közepéig, végéig. A táborokat rendszerező portál vezetője szerint szinte minden harmadik tábor szép kártyás elfogadó hely is. Így a béren kívüli juttatással sok szülő fizetheti a szünidei tábor költségeit. Új magyarországi telephelyet nyitott a Veszprém megyei Nemesvámoson egy osztrák raktár logisztikai eszközöket gyártó cég. A beruházás 6 milliárd forintba került, amelyhez a kormány másfél milliárd forinttal járult hozzá. Az átadáson a külügyi államtitkár azt mondta, a magyar gazdaság soha nem nőtt akkorát, mint tavaly. Feltett szándékunk, hogy ezen az úton haladjunk tovább, úgyhogy önök egy jó helyen vannak, biztonságban vannak itt, fizikailag is. Ezt most talán fontosabb hangsúlyozni, mint bármikor korábban az utóbbi jó pár évtizedben. A magyar kormány megvédi a magyar vállalkozásokat, megvédi a magyarországi befektetőket azáltal, hogy Magyarországot távol tartja mindenfajta konfliktustól. Nem árt óvatosnak lenni a húsvéti ünnep alatt, a koronavírus és az influenza vírus ugyanis továbbra is velünk van, erre figyelmeztetnek az orvosok. Ma ismét volt oltási akciónap, délután 2 és 6 óra között előzetes regisztráció nélkül oltottak a kórházi oltópontokon, jövő héttől péntekenként lesz majd ilyen. Egy nap sem telhet el oltás nélkül a Békés Csabai oltóponton. A többség már nem az első koronavírus elleni injekciót kapta. A második vakcinát kértem most, és szeretnék egészséges maradni. Az oltási akciónapon ezúttal is előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül lehetett kérni a vakcinát, és kérték is, a páciensek nagy része úgy tűnik, így jóval nagyobb biztonságban érzi magát. Mert beteg vagyok, szívritmuszavarom van, meg hát ne legyek beteg. Egy nap alatt valamivel több mint 2500 új fertőzöttet igazoltak, és 27-en haltak meg a szövődményekben. Kórházban 1648 embert ápolnak, közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen. És bár napról napra kevesebb a koronavírusos beteg, fontos a védőoltás, az ünnepek közelettével különösen. A Pécsi Tudományegyetem oltóközpontjának vezetője a Híradónak azt mondta, ilyenkor jobban terjedhet a fertőzés. Sokakkal találkozunk, családtagokkal, közelismerősökkel, továbbra is csak azt tudjuk mindenkinek javasolni, hogy a szükséges óvintézkedéseket tegye meg, hiszen például az idős családtagok, nagymamák, nagypapák azért igen nagy veszélybe kerülhetnek azzal, hogyha elkapják a koronavírust. Könnyen sikerült csillapítani a lázat? Igen. De nem csak a Covid, az influenza járvány is támad. Ebben az esztergomi rendelőben a betegek negyede jelentkezik influenzás tünetekkel, magas lázzal, száraz köhögéssel és izomfájdalommal. Az orvosok szerint a fertőzés terjedése nem csak az enyhe időjárással magyarázható, hanem azzal is, hogy jóval óvatlanabbak az emberek. Hozzásegít még az is, hogy egy kicsit elfelejtkeztünk a maszkviselésről, egy kicsit elfelejtkeztünk a távolságtartásról, és egy kicsit elfelejtkeztünk a fertőtlenítős kézmosásról. Jó hír, hogy a múlt héten 22%-kal kevesebb influenzás beteget regisztrált a Nemzeti Népegészségügyi Központ az ország nagy részében. Egyedül Borsod-Abaúj-Zemplén megyében nőtt ez a szám, három megyében pedig Érdemben nem változtak az adatok az előző héthez képest. Összesen 16 000 beteget regisztrált
haláltak ebben az időszakban. Szlovéniában újabb enyhítések mellett döntöttek, mától megszüntették a kötelező maszkviselést a nyilvános, zárt helyiségekben. Lendváról Magyar Lovrics Mirjánát kapcsoltuk. A maszkot tehát le lehet tenni az üzletekben, bankokban, benzinkutakon, postákon, szolgáltatások igénybevételénél, a tömegközlekedésen, vagy akár színházban, a templomokban. A maszkviselés azonban továbbra is kötelező maradt az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben, például az idős otthonokban, és ezekben az intézményekben maradt a védettségi igazolvány követelménye a dolgozók és a látogatók számára egyaránt. Még mindig rekordot dönt az új koronavírus fertőzöttek száma Sanghajban. A 25 milliós városban hetek óta tartanak a lezárások, de csak néhány kerületben enyhül a járvány. Egyre többen mondják, hogy karantén helyett inkább oltási kampányra lenne szükség, a 80 év felettiek nagy része ugyanis nincsen beoltva. Sárga kisautók lepték el Sanghaj néhány kerületét, ám ezek nem csak egyszerű kisméretű járművek, hanem vezető nélküli autók. A járműveket Peking küldte Sanghajba, hogy biztonságosabbá tegyék az élelmiszer szállítást a koronavírus járvány miatt lezárt város lakóinak. Így töltik fel önkéntesek az okos járművet. Egyszerre 50 kg-nyi ételt és 540 liter folyadékot lehet a raktérbe pakolni. Ezután indítják útjára a megadott címre az autókat és értesítik azokat, akikhez a csomag érkezik. A lezárás alatt élő sanghájiak fejenként 5 kg-os élelmiszercsomagokra jogosultak. A sárga kisautók nagy segítségére vannak az önkénteseknek, akik szerint volt, hogy 10 000 csomag várt arra, hogy célba érjen. A nagy előnye ennek az automata járműnek, hogy minimálisra csökken az emberek közötti kapcsolat, és ezzel a fertőzés lehetősége is, mondja egy önkéntes, aki az ételelosztáson dolgozik. Sanghajban március 28-án léptettek életbe egy eredetileg kétszakaszosra tervezett vesztegzárat, amely alapján előbb a város keleti, majd a nyugati részét zárták le. Miután azonban a tömeges tesztelések során nagy számú fertőzöttet szűrtek ki a város minden részén, a hatóságok vesztegzár meghosszabbítása mellett döntöttek. Az intézkedés nyomán azonban a város lakói egyebek mellett akadozó élelmiszerellátásra, élelmiszerhiányra, valamint esetenként a szükséges orvosi ellátás hiányára panaszkodtak. A 25 milliós városban pánikvásárlás kezdődött, szombaton pedig már fosztogatások is voltak, miután sokaknak elfogyott az élelmiszere. Csütörtökön ismét rekordot döntött a fertőzöttek száma. A városban 27 ezer új beteget regisztráltak, döntő többségüknek nincs semmilyen tünete. Ez a fiatal nő közösségi oldalára töltötte fel, hogyan indul el otthonról a kötelező koronavírus tesztre. Két maszkot és egy úszószemüveget is felvesz, attól tart ugyanis, hogy tesztelés közben fertőződik meg. Ez esetben pedig nem csak magának, hanem egész lakóközösségének árthat. A hatóságok ugyanis folyamatosan figyelik egy-egy lakónegyed kockázati fokozatát, és akkor értékelhetik alacsonynak, ha két héten át egyetlen új esetet sem azonosítanak a lakók között. Az ott élők csak ekkor hagyhatják el otthonaikat és közlekedhetnek szabadon a lakókörzetükön belül. Így van az, hogy Sanghaj egyes negyedei teljesen kihaltak, máshol az ott élők szabadon mozoghatnak. Ha a karantén 13. napján egyetlen új esetet is találnak a hatóságok, további két hétre vesztegzár alá kerül a lakónegyed, mondja egy japán férfi, aki Sanghajban ragadt és maga sem tudja elképzelni, meddig tarthat még a lezárás. Szakértők szerint azonban a lezárásokkal alig ha lehet megfékezni Sanghajban a koronavírus omikron variánsának terjedését, ehelyett inkább oltási kampányba kellene kezdeni. Kínában a lakosság 86%-a megkapta a koronavírus elleni oltást, de a 80 évnél idősebbek között a legalacsonyabb az átoltottság. Egy vontató alvázában kialakított, speciális rejtek helyen elrejtőzve próbált meg illegálisan Magyarországra jutni 10 bevándorló. A jármű valamivel éjfél után jelentkezett kilépésre a nagylaki határátkelőnél. A román határőrök szúrópróbaszerűen vizsgálták át a vontatót, ekkor fedezték fel a migráns férfiakat, akik szírnek vallották magukat. Ellenük tiltott határátlépés, a román gépkocsi vezető ellen pedig embercsempészés gyanújával indított büntetőeljárást a román rendőrség.
Elfogták azt a 62 éves férfit, aki a gyanú szerint a New Yorki metróban lövöldözni kezdett a kedreggeli csúcsforgalomban. A feltételezett elkövető gázállarcot viselt, több füstbombát is eldobott a szerelvényen. Elmenekült, de a hatóságok szerda délután megtalálták Manhattanben. Legalább 23-an sérültek meg a lövöldözésben. A támadás indítéka egyelőre nem ismert, a férfi terrorizmussal gyanúsítják, akár élete végéig is börtönbe kerülhet. Megbilincselt, hátrafogott kézzel, hatalmas rendőri készültség mellett tartóztatták le szerdán Manhattanben azt a férfit, aki egy nappal korábban lövöldözni kezdett a New Yorki metróban. A gyanúsítottat lakossági bejelentés alapján vették őrizetbe, a férfi rezzenéstelen arccal ült be a hatóságok kocsijába. Elfogtuk őt, New Yorki polgártársaim, elfogtuk, jelentette be a város polgármestere. A New Yorki rendőrfőnök pedig arról beszélt, a 62 éves feltételezett elkövetőt ellenállás nélkül tartóztatták le. Frank Robert James-et egyszerűen megállították az utcán és letartóztatták a New Yorki rendőrség munkatársai. Őrizetbe vétele minden incidens nélkül történt, fogalmazott a rendőrfőnök, aki hozzátette, abban bízik, hogy ez némi vigaszt nyújt az áldozatoknak és a New Yorki lakosságnak. A támadás kedden reggel egész New Yorkot megrázta. Ez volt az a pillanat, amikor a metró befutott a brooklyni állomásra a 36. utcánál. Az ajtók kinyíltak, az emberek pedig fejvesztve kezdtek menekülni. A képeken jól látszik a metrókocsiból szivárgó füst, és az is, hogy néhányan segítenek a meglőtt sérülteknek. Nem sokkal később kiderült, egy gázmaszkot viselő fegyveres férfi a reggeli csúcsforgalomban füstbombát robbantott, és lövöldözni kezdett a metrókocsiban. Összesen 33 lövést adott le, 10 embert eltalált, többen pedig akkor sérültek meg, amikor egymást taposva akartak kijutni a metróállomásról. Sokan füstmérgezést, illetve pánikrohamot is kaptak. Egyedül voltam, megijedtem, mert nem tudtam, mi folyik itt, mondta egy szemtanú. A férfi ellen hatalmas hajtóvadászat indult, a lövöldöző rengeteg nyomot hagyott maga után. A helyszínen megtalálták a lövöldözéshez használt fegyvert, továbbá lőszereket, füstbombákat, egy baltát, egy kanna benzint és egy bérelt kis teherautó kulcsát is. Az elkövetőt végül 30 órás összehangolt akció után fogták el. Frank James már ismert volt a hatóságok előtt, ezt már a nyomozás vezetője mondta. A férfit ugyanis korábban már 9 alkalommal vették őrizetbe New Yorkban. Többek között betöréshez használt eszközök birtoklása és szexuális bűncselekmények elkövetése miatt. New Jersey-ben pedig birtokháborítás, lopás és a rendbontás vádjával állt bíróság elé. Vizsgálják a színes bőrű férfi közösségi médiára feltett videóit is, amelyben arra panaszkodik, hogy az Egyesült Államok rasszista, erőszakos hely, illetve szidalmazta a New Yorki polgármestert. Frank James ellen tömegközlekedési eszközön elkövetett terrorizmus címén indítanak eljárást. Az indítékát továbbra sem tudni, de ha elítélik, akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kaphat. 70 millió forintnyi valutát és aranyékszert loptak el egy pénzszállítótól egy fővárosi benzinkútnál. A tolvajok egy jeladóval blokkolták az autó központi zárját, így tankolás után a pénzszállító nem tudta bezárni a járművet, fizetés közben pedig egyszerűen kirabolták. Két tolvajt a rendőrök alig pár órán belül elfogtak, harmadik társukat még mindig keresik. A benzinkút biztonsági kamerájának felvételén jól látszik, hogy a pénzszállító befejezi a tankolást, és miután elindult a pénztár felé, egy lezser mozdulattal menet közben próbálja lezárni az autót. Kattanást nem hallott, az irányjelzők fejvillanását nem látta, ennek ellenére, ahogy később a rendőrségen mondta, semmi rosszra nem gondolt. Pedig amikor be akarta zárni a kocsit, a tolvajok egy jeladóval blokkolták a központi zárat. 5 másodperc sem kellett nekik, hogy a 70 millió forint értékű valutát és aranyékszer tartalmazó zsákot kivegyék a lezáratlanul maradt autóból. A pénzszállító észlelte ugyan a lopást, de nem tudta feltartóztatni a tolvajokat. A kocsi német rendszáma alapján a rendőrök feltételezték, hogy Ausztria felé fognak indulni. A bűnözők hiába cseréltek autót, nem jutottak el a határig. 19 óra 15 perckor, tehát 6 órával az elkövetés után az M1-es autópálya a Rabona pihenőhelyénél a Győr-Moson-Sopron megyei kollégák megtalálják ezt az autót, és intézkedés alá vonják azt a két szemét, aki benne tartózkodik.
A kocsiban a rendőrök 40 millió forint értékű eurót és dollárt, aranyékszereket, valamint járművek központi zárának blokkolására szolgáló távirányítót is találtak. Az autó sofőrjét és utasát előállították, majd különösen nagy értékre elkövetett lopás miatt őrizetbe vették őket. A gyanúsítottak grúz állampolgárok, magyarországi kötődésük nincs, és az országban tartózkodásuk oka sem ismert. Emellett a megalapozó gyanú szerinti bűncselekmény büntetési tétele jelentős. Mindenre tekintettel megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyásuk esetén az eljárásban elérhetetlenné válnának. Ezzel a bíróság is egyetértett, és a két férfit letartóztatta. A lopásnak volt egy harmadik részvevője is, őt még keresik a rendőrök. Feltételezik, hogy nála lehet a hiányzó, mintegy 30 millió forint értékű valuta és aranyékszer. 65 éves a világ legidősebb gorillája, Fatu, a berlini állatkert lakója egy tortával ünnepelte születésnapját. A gorillák természetes élőhelyükön ritkán élnek 40 évnél tovább, Fatu már évek óta a fajának legidősebbje. Fatu vadon született Nyugat-Afrikában, és egy tengerész hozta magával Európában. A gorillák növényevők, így testsúlyuk megtartásához napi 20 kg-nyi gyümölcsöt, füvet és levelet kell elfogyasztaniuk.